Megkezdődött a választás Németországban. A választópolgárok este 6-ig szavazhatnak. A nagy kérdés, ki lesz Angela Merkel utódja? Nyíltan megfenyegetett egy nyugdíjas választót Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke vérvörös fejjel közvetlen közelről osztotta ki a férfit. Több százan tüntettek az illegális bevándorlók ellen Chilében, a felbőszült helyiek tűzre dobták a migránsok sátrait és ruháit. Ellették Rómát a vaddisznók, az állatok a város környéki erdőkből merészkednek az utcákra, sőt már a kertekbe és az iskolákba is. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Elkezdődtek a parlamenti választások Németországban. A 4 ciklus után a politikától visszavonuló Angela Merkel kormánya október 26-áig az új Bundestag megalakulásáig maradt hivatalban. A választáson 40 párt és több mint 6000 jelölt indul. Szakértők szerint nagy szerephez juthatnak a kisebb pártok, és vélhetően elhúzódó koalíciós tárgyalásokra lehet majd számítani. A több mint 60 millió választásra jogosult állampolgár este 6 óráig adhatja le szavazatát. A választás egyfordulós, hivatalos, előzetes végeredmény hétfőn várható. Reggel 8 órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek Németországban, ám a koronavírus járvány miatt csak egyesével engedik be az embereket a szavazófülkékbe. Vasárnap 60 millió voksolásra jogosult állampolgárt várnak az urnákhoz, bár épp a járvány miatt sokan inkább levélben adják le a szavazatukat, és döntenek arról, hogy kinek adnak bizalmat újabb 4 évre a német szövetségi parlamentben. A német államfő délelőtt arcmaszkban érkezett az egyik berlini választókörzetbe. Azt mondta, menjenek minél többen szavazni. Aki ma szavaz, az a demokráciának él, aki pedig segít a szervezésben, az szolgálatot tesz a közösségnek. Szívből köszönöm, és üdvözlöm az összes szavazóhelységet Németország szerte, fogalmazott a német államfő. A választás egyik komoly tétje, hogy 16 év után a leköszönő Angela Merkelt kiváltja majd a kancellári poszton, amelyért 7 párt indított jelöltet. A német választási rendszer szerint mindenkinek 2 szavazata van. A választók az első voksot a saját választókerületi egyéni jelöltjükre adhatják le, a másodikat pedig a pártlistára. A parlamenti bejutási küszöb 5%, a választás egyfordulós. De nincs könnyű dolga a ringbe szállt pártoknak, ugyanis a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy nagyon magas, mintegy 40% a bizonytalan szavazók aránya. A Berlinben megkérdezett emberek is eltérően nyilatkoztak arról, mit várnak az új kormánytól. Azoknak kellene nyerni, akik támogatják a társadalmi egyenlőséget. Több lazítást és kevesebb korlátozást akarnak, mondta egy idős férfi. Vegyék komolyan a klímaváltozást és tegyék a dolgukat, de nehéz megmondani, ki lesz a győztes. Akár egy piros-zöld együttműködés is lehetne, vélekedett egy másik berlini lakos. Pártok még a kampány finisében is próbálták meggyőzni a bizonytalan szavazókat. Angela Merkel Aachenben a CDU-CSU közös nagygyűlésén Armin Laschet támogatására buzdított. Szerinte a Kereszténydemokrata Unió kancellárjelöltje képes hidakat építeni és békés jövőt biztosítani a fiatalabb generációk számára. Olaf Scholz, az egyik legesélyesebbnek tartott szociáldemokrata pártvezetője pedig azt mondta, ha sikerül győzniük, akkor leginkább a zöldekkel szeretnének együttműködni. A szavazás után pedig arról beszélt, abban bízik, sokan mennek el majd szavazni, és erős felhatalmazást kap arra, hogy ő legyen a következő kormány vezetője. A legfrissebb közvéleménykutatások alapján a szociáldemokraták 26%-kal az első helyen állnak. Őket követi kissé lemaradva 22%-kal a Kereszténydemokrata párt. A zöldeknek 12%-uk van, így a harmadik helyen állnak. Megfigyelő szerint akár királycsinálók is lehetnek, amikor majd megalakul az új német kormány. Az első eredménybesléseket közvetlenül urnazárás után, vagyis 18 órakor közlik majd. Hivatalos előzetes végeredmény hétfőn várható. Az elmúlt hónapokban a közvéleménykutatások az SPD és kancellár jelöltjének győzelmét jelezték. Az utolsó pillanatokra azonban eltűnt az előnye, és most már minden kutatócég szoros eredményt jósol. Potsdamtól Beregnyei Miklós tudósított.
Az már biztos, hogy Angela Merkel kancellársága mai nappal hivatalosan véget ért, de az, hogy ki lehet az utódja, várhatóan csak ma este, de rosszabb esetben csak néhány hét múlva derülhet ki. Olaf Scholz eddigi pénzügyminiszter és alkancellár a nyár óta vezette a népszerűségi listákat, de a magabiztosnak tűnő előnye az utolsó napokra elfogyott, és a legutóbbi közvéleménykutatások már fej-fej mellett mutatták a baloldali SPD-t és a konzervatív CDU-CSU pártszövetséget. Olaf Scholz sokak szerint annak köszönhette népszerűségét, hogy Angela Merkelhez hasonlóan higgadtan és nyugodtan politizált és kampányolt, és ha politikai értelemben nem is, de választási győzelme esetén stílusában folytathatná az elmúlt 16 évet. A szavazókörök 18 órakor zárnak Németország szerte, és ezután néhány órával kiderülhet, hogy ki alakíthat kormányt Németországban. Az M1-et Beregnyei Miklós tudósította Potsdamból. Most pedig élőben kapcsolunk Berlinbe, a Reichstagnál van másik tudósítónk, Noll Katalin. Katalin, te is folyamatosan figyelemmel kíséred az eseményeket, hogyan zajlik a szavazás? Reggel 8 órakor nyitottak a szavazóhelyiségek itt Németországban, köszöntöm a nézőket. Voltak, akik már jóval korábban odamentek. Talán látszik a háta mögött ragyogóan szép napsütéses az idő itt Berlinben és Németország nagy részében, tehát voltak, akik egy kellemes programmal, kirándulással kapcsolták össze a szavazást. Ennél egyébként valóban jóval izgalmasabb a helyzet, hiszen a közvéleménykutatások szerint, az utolsó közvéleménykutatások szerint fej-fej mellett haladnak a szociáldemokraták, illetőleg a CDU-CSU szövetség, tehát a németeknek arról kell dönteniük, hogy melyik pártot, melyik kancellárjelöltet, illetőleg melyik ideológiát, melyik ideológiai irányt választják itt Németországban. Frank-Walter Steinmeier államfő egyébként a szavazásra, választáson való részvételre szólította fel Németországban a szavazásra jogosultakat, hiszen valóban nagy a tét, 18 órát követően hozzák nyilvánosságra az exit pólokat, tehát akkor többet fogunk tudni, az előzetes végeredmény pedig hétfő reggel fogják közzé tenni. Noll Katalinnak köszönjük szépen! Sok év után Angela Merkel neve ezúttal tehát nem szerepel a szavazólapokon. Még 2018-ban jelentette be, hogy lemond a CDU vezetéséről, és kancellárnak sem jelölteti magát. Pártja mostani kancellárjelöltje, Armin Laschet, utolsó kampánybeszédében kiemelte, hogy Európának szüksége van Magyarországra és Lengyelországra, vagyis a viták ellenére fontos lenne egyben tartani Kelet- és Nyugat-Európát. Európát nem tudjuk egyben tartani Lengyelország, a közép- és kelet-európaiak, a Baltikum vagy Magyarország nélkül. Ez az Európai Unió a legnagyobb projekt a II. Világháború óta. És ez az unió ma még fontosabb ebben az instabil világban. Tehát most ennek az örökségnek a fenntartásáról van szó. Ez a küldetésünk. Közzétette a német választások végeredményét a német közszolgálati tévé, de már két nappal a választások előtt. Az ARD regionális közszolgálati médiumokat tömörítő társaság országos főadóján, a Das Erstén éppen egy kvízműsor ment, amikor a képernyő alján megjelentek a választási eredmények. Az ARD bocsánatot kért, szerintük ez csak egy teszt volt és véletlenül került adásba. Szokásos este volt a német közszolgálati TV 1-es csatornáján, kvízműsor ment az ARD-n, ahol éppen Heike és Svenja játszott. Már a 19 000 eurós kérdésnél tartottak, amikor a képernyő alján hirtelen futni kezdtek a választási eredmények. A szövetségi választás eredményei. Kereszténydemokrata Unió 22,1%, Szociáldemokrata Párt 22,7%, AfD 10,5% és így tovább. Vagyis a német közszolgálati csatorna két nappal a választás előtt élő adásban feliratban közölte a Bundestag választás végeredményét. A német ARD két nappal a választás előtt tulajdonképpen megjósolta, hogy a szociáldemokraták nyerik a választást, a liberálisok pedig feljönnek a harmadik helyre. A videót a német AfD, vagyis az Alternatíva Németországért párt politikusa rögzítette és tette fel az internetre. A hibáért az ARD bocsánatot kért. Azt állítják, az adatok közzététele egy teszt volt, és csak véletlenül került adásba.
Több százan tüntettek Chile egyik kikötővárosában az országukban tartózkodó illegális bevándorlók ellen. A tüntetésre azután került sor, hogy a város vezetése kiürítette egy többnyire venezuelai migránsokból álló tábort, egészségügyi okokra hivatkozva. A demonstráción gyorsan elszabadultak az indulatok, a helyiek a bevándorlók ruháit és sátrait tűzre dobták, és összeszólalkoztak a helyszínre kiérkező rendőrökkel is. Chilében az idei év első felében több mint 23 ezer illegális bevándorló érkezett. Megdöntötte az éves csúcsot az egy nap alatt elfogott migránsok száma Magyarországon. Pénteken 750 embert tartóztattak fel a határon illegális átlépés miatt. Ezt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója mondta az M1-en. Bakondi György hangsúlyozta, az idén elfogott migránsok száma már elérte a 80 ezret. Emellett csaknem 780 embercsempészt is elkaptak. Tavaly ilyenkor mindkét szám jóval alacsonyabb volt. A belbiztonsági főtanácsadó kiemelte, a magyar kormány továbbra is azt vallja, a helyzet megoldását ott kell segíteni, ahol a probléma van, és idézem, nem a problémás embertömegeket kell behozni Európában. Továbbra is olyan megjegyzések, politikai nyilatkozatok hangoznak el, amelyek az Afganisztánba útra készülődőknek szólnak, hogy tehát be kell őket fogadni, kvóta szerint el kell őket osztani, legalizálni kell az érkezésüket, folyosót kell nyitni számukra, és nagy szükség van Európának a bevándorlók által biztosított munkaerő felszívására. Ezek mind-mind olyan kijelentések, amelyek azoknak az embereknek a számára, akik most Afganisztánba mérlegelik a lehetőségeket, hogy mit kellene tenniük, egy ilyen ez kétségtelenül meghívó levélnek minősül. Azt javaslom magának, nagyon gyorsan fogja be a száját és viselkedjen rendesen. Megértette? Ezt mondta Gyurcsány Ferenc tegnap egy ellene tüntetőnek Debrecenben. A DK elnöke egészen közel hajolt a férfihoz és agresszíven a mutató ujját a mellkasának szegezve fenyegette meg a demonstrálót. Azt javaslom magának. Nagyon gyorsan fogja be a száját, és viselkedjen rendesen. Megértette? Fogja be a száját, és viselkedjen rendesen. Ez hangzik el Gyurcsány Ferenctől egy internetre feltöltött alig 30 másodperces videóban. A telefonnal készült felvételt az elemi.hu nevű portál tette közzé, azzal a felütéssel, hogy idézzük, Gyurcsány ideg állapotba került. A cikk szerint a volt miniszterelnök éppen utcafórumot tartott, ami ellen több civil tüntetett. A DK elnöke ekkor odament az egyik demonstrálóhoz, és a videón jól láthatóan, szinte a férfi arcába hajolva, mutató ujját pedig a mellkasának szegezve fenyegetőzni kezdett. Azt javaslom magának. Nagyon gyorsan fogja be a száját, és viselkedjen rendesen. Megértette? Igen. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Ezek már Gyurcsány Ferenc 2006-os összödi beszédében elhangzott mondatai. A volt miniszterelnök akkor így üzent a vele nem szimpatizálóknak. A beszéd kiszivárgása után több százan követelték a lemondását a fővárosban, a demonstrálókat azonban a rendőrök brutális eszközökkel oszlatták, miközben nem csak a tüntetőkre, hanem a hazafelé tartó civilekre is rátámadtak. Könnygázgránátot, vízágyút vetettek be, és fejmagasságban lőtték a gumilövedékeket. A gyurcsányi terrorban százak sérültek meg, volt, akinek kilőtték a szemét. Itt van, akinek kilőtte a szemét, attól kellett volna bocsánatot kérjen. Itt van Nagy László, és neki lőtte ki a szemét. Itt van személyesen. Az egyik áldozattal egy hónapja szintén egy fórumon szembesítették Gyurcsány Ferencet. Nagy László volt az egyik olyan tüntető, aki egy közelről kilőtt gumilövedék miatt fél szemére megvakult. De szerintem ahhoz képesít, mert megmosta a haját, elegáns. Nevetséges, hogy próbálja tenni ezt az ember, nem szégyeli magát. A fórumon hiába kérték Gyurcsány Ferenctől, hogy kérjen bocsánatot a történtek miatt. A volt miniszterelnök ezt nem tette meg, helyette akkor is személyeskedni kezdett. Gyurcsány Ferenc a fél szemére megvakult férfi külsején viccelődött.
A családokat nem lehet felülírni, a családnak nincs alternatívája. Ezt mondta Novák Katalin a budapesti demográfiai csúcsot értékelve a Kossuth Rádióban. A családokért felelős miniszter hozzátette, mindenki egyetértett abban, hogy a demográfiai problémákra nem a tömeges bevándorlás a megoldás, hanem épp ellenkezőleg a családok támogatása. Arról is beszélt, 8 uniós ország képviselője abban is megállapodott, hogy a tagállamokat érintő döntéseknél közösen képviselik majd a családközpontú értékeket. Közösen állapítottuk azt meg, hogy a családnak nincsen alternatívája. Közösen mondtuk ki azt, hogy a demográfiai problémákkal foglalkozni kell. A családokat nem lehet felülírni, a családoknak nincs alternatívája. Valamennyi résztvevő egyetértett ebben a budapesti demográfiai csúcson. Erről beszélt a családokért felelős miniszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában, ahol a találkozó két napját értékelte. Novák Katalin hozzátette, egyetértés volt abban is, hogy a demográfiai problémákra nem a tömeges bevándorlás, hanem épp ellenkezőleg a családok támogatása a megoldás. Budapesten csütörtökön és pénteken tartották a 4. demográfiai csúcsot, ahol politikusok, egyházi vezetők, szakértők beszéltek a demográfiai problémákról és a legfontosabb családokat érintő kérdésekről. Azért vagyunk itt, mert nem elszenvedni, hanem alakítani akarjuk a népesedési folyamatokat. A csúcson Orbán Viktor is beszédet mondott, a miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyar családpolitika legfőbb vállalása, hogy gazdasági előnnyé váljon a gyermekvállalás. Emlékeztetett, Magyarország a GDP 5%-át fordítja családi kedvezményekre, 2010 óta pedig a kormány 5 pillére építette családpolitikáját. Az első, hogy a gyermekvállalás egy család számára anyagi értelemben is előny legyen, és ne hátrány. A második, hogy a családokat lakáshoz, és ez fontos, saját tulajdonú lakáshoz kell segíteni. Harmadszor, hogy a családpolitikánkat az édesanyákra kell alapozni. Negyedszer, nem csak családpolitikát kell csinálni, az egész ország működését családbaráttá kell változtatni. És végül az ötödik pillér, hogy meg kell védeni a jog eszközeivel is, meg kell védeni a család intézményét és a gyermekeket. A magyar családpolitikát számos előadó elismerte, így például Mike Pence az Egyesült Államok korábbi alelnöke is, aki a leghatározottabban állt ki a családi értékek mellett. Az amerikai Family Watch International elnöke pedig azt mondta az M1-nek, Magyarország egy csodálatos példa, és a családjogi szervezet üdvözli a magyar gyermekvédelmi törvény megszületését. Ez megakadályozza, hogy egyes emberek ártatlan gyerekeket tegyenek ki a radikális szexuális és gender ideológiáknak, és kihasználják őket. Azt gondolom, számos ország fogja követni ezt a példát. Szögezte le Sharon Slater. Az országok közötti együttműködés pedig már el is kezdődött. A demográfiai csúcson a résztvevő uniós államok képviselői megállapodtak abban, hogy az őket érintő döntéseknél közösen képviselik majd a családközpontú értékeket, illetve olyan kezdeményezésekkel is előállnak, amelyek előre viszik a családok támogatását Európában. Novák Katalin elmondta, most már van esély egy valódi demográfiai fordulatra. 12 éve, sok küzdelem árán ugyan, de dolgozhatunk a magyar családokért, és van esélyünk arra, hogy egy valódi demográfiai fordulatot érjünk el, egy valódi családbarát fordulatot érjünk el, amit bizony nem lehet egy évtized alatt, hanem inkább csak 2 évtized vagy 3 évtized egy emberöltő alatt lehet elérni. Tehát van még feladat, és hogyha letérünk ismét erről az útról, mármint Magyarország letér erről az útról, ahogy 2002 és 2010 között ez már megtörtént, akkor porig lehet rombolni mindazt, amit mi családtámogatások képében felépítettünk az elmúlt közel 12 évben. A miniszter hozzátette, míg az EU-ban 2015-ben egyedül voltak a magyarok, most van 8-9 olyan tagállam, amely kész arra, hogy a családok érdekeit határozottan képviselje. Ez komoly változást jelent. Második napja tart az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás. 75 000 négyzetméteren 8 pavilonban várják a látogatókat a Hungexpón. Folyamatosak a programok más helyszíneken is. A Kincsen Parkban például lovasgálát tartanak. Most kapcsolunk a helyszínre Molnár Zsófiához. Zsófia, mekkora az érdeklődés és milyen bemutatók vannak?
Jó napot kívánok! Hatalmas az érdeklődés. Több ezre látogattak már ki most a Hung Expo-ra, és egész nap lehet jönni. Miért is érdemes? Azért, mert látványos kiállítások és számtalan program vár az érdeklődőkre. Most itt a Kincsen Parkban, ahogy elhangzott, egy lovasgála zajlik, sojmász, íjász, előtöltős fegyver bemutatóval együtt. És ez csak egy része, de ide csütörtöktől vasárnapig várják a látogatókat, minden hétvégén a világkiállítás alatt. Egyébként pedig 75 ezer négyzetméter és 8 pavilon, felsorolhatatlanul sok kiállítás és program, interaktív játékok. Nagy hangsúlyt kap a gasztronómia is, különleges vadételeket lehet kóstolni. Méretét és tartalmát tekintve egyébként, ekkora és ilyen volumenű rendezvényt még soha nem rendeztek Magyarországon, és lehet azt mondani, hogy Európában is, úgyhogy igazán különleges. Mindenkit biztatok én is, hogy jöjjön el, október 14-ig tart a természeti és vadászati kiállítás. Arra is felhívják a figyelmet, hogy nincs vadgazdálkodás természetvédelem nélkül, ez a kettő egybe kapcsolódik. Molnár Zsófiának köszönjük szépen! A vadászati világkiállítás keretében már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi bojlis horgászversenyt a Balatonnál. A 8 napos megmérettetés a világ leghosszabb horgászversenye. Az október 1-én kezdődő verseny főszervezője az M1-en elmondta, a programon 121 négyfős csapat indulhat. Számosi Attila hozzátette, az Angliából származó bojlis módszert arra találták ki, hogy nagy testű halakat fogjanak ki vele, főként pontyokat. A verseny történetében az eddigi legnagyobb kifogott hal több mint 29 kg-os volt. Az idei évben jönnek Németországból, Szlovéniából, Romániából, illetve erdélyi magyarok a versenyre, de mégis magyarok, tehát kb. 90%-ban magyar indulók vannak, aminek egyébként mi örülünk is. Magyar tengerről beszélünk, egy magyar szervezésről, miért is ne a legnagyobb részben magyarok induljanak. Még 400 ezer 60 évnél idősebb ember nem oltatta be magát Magyarországon. Erre hívta fel a figyelmet az M1-en Rusvai Miklós. A virológus hozzátette, bár a jelenlegi adatok nagyjából megegyeznek az egy évvel ezelőttiekkel, a kórházban ápoltak, lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak között nagyon alacsony az oltottak száma. Pedig azok, akik megkapták a vakcinát, sokkal kisebb eséllyel betegednek meg, illetve sokkal enyhébbek a tüneteik. Első útja az oltópontra vezetett a hétvégén ennek a nyugdíjas férfinek. Ő már a harmadik dózist kéri, azt mondja leginkább családja javaslatára. Egészségügyi szempontból a feleségem is beteg, cukros, és a gyerekem is, ugye az is beteg, mindenki be van oltva. Szinte egyetlen pillanatra sem állt le az oltás a Békés megyei oltópontokon, amelyek most készenléti üzemmódban működnek. Két oltóhelyen, Békés Csabán és Orosházán lehet kérni a vakcinát a hét minden napján. A központi kórház osztályvezetője azt mondja, fontos, hogy aki még nem tette, kérje a vakcinát, hiszen csak ezzel lehet megakadályozni a súlyos szövődmények kialakulását. Mostanság felvett, most már mondta, hogy delta variánssal fertőzött koronavírusos betegek nagy-nagy része az nem oltott. És azt látjuk, hogy az intenzív osztályra került fiatalok pedig egyetlen egy esetben sem voltak oltva, és náluk a betegség sokkal-sokkal súlyosabb lefolyású volt. Egy nap héján pontosan 9 hónapja oltanak Debrecenben. A páciensek többsége itt is a harmadik injekcióért jött. Amikor hallottam a lehetőséget, hogy lehet a harmadik oltást kérni, akkor kivártam a 4 hónapot, ugye ez nem rég telt le, és jelentkeztem a szokásos módon. A negyedik hullám előszobájában vagyunk, ezért létfontosságú az oltás az Egészségfejlesztési Intézet igazgatója szerint. Pap Csaba a híradónak azt mondta, a legfontosabb az első 2 vakcina beadása, hiszen ez már védettséget adhat. Ezt a betegséget nem szabad kipróbálni. Nagyon komoly, nagyon súlyos szövődményekkel tud járni, még akkor is, hogyha az alapbetegség alaptünetei nem voltak nagyok. Ekkor a Poszkovi szindrómája nagyon erős tud lenni. Kérem, ne kóstolják meg, ne próbálják ki, ezt csak az oltakozással lehet elkerülni. Még 400 ezer 60 évnél idősebb ember nem oltatta be magát Magyarországon, hívta fel a figyelmet az M1-en Rusvai Miklós virológus. Hozzátette, bár a jelenlegi adatok nagyjából
ahol megegyeznek az egy évvel ezelőttiekkel. A kórházban ápoltak, lélegeztetőgéppel lévők és az elhunytak között nagyon alacsony az oltottak száma. Bár az oltás ellenére is el lehet kapni a fertőzést, ám jóval enyhébb tünetekkel átvészelhető a betegség. Az illető nem hal meg, nem kerül lélegeztetőgépre, a láza nem olyan magas, a légzési nehézségek nem olyan erősek, tehát az enyhe tünetek is jelent, az enyhe tünetek esetében is jelentkezhet mondjuk az íz és a szaglásvesztés, jelentkezhet a bágyadság, jelentkezhet a fáradékonyság, de minden esetre ez nem sok napon keresztül tart, hanem 3-4 nap alatt a páciens túl van rajta. Itthon egy hét alatt csaknem 3000 új fertőzöttet regisztráltak. A legutóbbi adatok szerint jelenleg 438-an szorulnak kórházi kezelésre. Franciaország megduplázza a szegény országoknak szállítandó koronavírus elleni oltóanyagadagok számát. Ezt mondta a francia elnök. Emmanuel Macron közölte, a programban 120 millió adag vakcinát adományoznak, a tervezett mennyiség kétszeresét. Hozzátette azt is, hogy Afrikában a lakosság mindössze 3%-a van beoltva, ezért fel kell gyorsítani az immunizációt ott is. Ismét berobbant a járvány Romániában. Naponta 7000 új fertőzöttet azonosítanak, ráadásul nő a kórházban ápoltak száma, és egyre több a beteg gyermek is. Jövő héttől már a szomszédos országban is kérhető a védőoltás harmadik dózisa. Igaz, sokan még az első adag vakcinát sem vették fel. Az oltás nem csak védettséget ad, hanem Romániában például a szabadabb mozgás záloga is. Székelyudvarhelyről Száva Enikő jelentkezett. Most kezdik érezni az oltást felvett személyek, hogy előnyt élveznek azokkal szemben, akik nem kértek az oltásból. A jogszabály szerint csak COVID-igazolvánnyal lehet belépni az éttermekbe, mozikba, illetve színházakba, azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi arány meghaladta a 3000-et, de még 6000 alatt van. Igazolványt azok válthatnak ki, akik oltással 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebbi gyors teszttel rendelkeznek, vagy átestek a fertőzésen. Tovább romlott a járványhelyzet Ukrajnában is. Egy nap alatt már több mint 8000 új fertőzöttet azonosítottak. Emiatt ismét maszkot kell viselni a nyilvános helyeken, félházzal működhetnek a színházak és a mozik, az óvodák és az általános iskolák kivételével pedig távoktatásra tértek át ott, ahol a beoltott pedagógusok aránya nem éri el a 80%-ot. Ráadásul a közszférában dolgozókat kötelezik a vakcina felvételére. Részletek Kárpátaljáról, Kál Debreceni Mihálytól. Javasolják a védőoltás kötelezővé tételét a többi között az oktatási intézmények dolgozói, a minisztériumok és más központi végrehajtó szervek, valamint a helyi állami adminisztrációk munkatársai számára, hogy kik fognak pontosan a rendelet hatálya alá esni, mely munkatársak, azt az egészségügyi tárca fogja nem sokára részletezni. Az oltási kampány első szakaszában ugye már sikerült immunizálni az orvosok és a hadsereg 80%-át. Tombol a negyedik hullám Törökországban is. Naponta már 30000 embernél mutatják ki a fertőzést. Utoljára áprilisban volt ilyen sok megbetegedés az országban. Közben az is kiderült, hogy jól vannak azok a kisbabák, akiknek tévedésből adtak be koronavírus elleni vakcinát. A csecsemőknek eredetileg hepatitis B vagy kanyarú elleni oltóanyagot kellett volna kapniuk, de ezeket véletlenül összekeverték. Semmilyen mellékhatást nem tapasztaltak, még akkor sem, hogyha magas dózis beadására került sor, valamint hogy jó antitest szintet mértek a csecsemőknél a koronavírussal szemben. Akár egy hónapos, akár 6 hónapos kisbabáról volt szó. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 75 éves évfordulóját ünnepelték Pancsován. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében hangsúlyozta, a vajdasági magyarok az elmúlt évtizedekben óriási utat tettek meg, mára ez a népcsoport megerősödött, és a többi magyar nemzetrésznek is példát tud mutatni. Potápi Árpád János kiemelte, a Pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a legfőbb intézmény, amely összefogja a helyi magyarságot és megerősíti a helyiek magyar identitását. Az itteni magyarság, a vajdasági magyarság a többi magyar nemzetrésznek is példát mutat.
Példát mutat a szervezettségben, példát mutat a kötődésében a szülőhazájához, példát mutat abból, hogy hogyan kell minden nehézség ellenére megmaradni, építkezni, és mindezt úgy megtenni, hogy a történelmi megbékélést a két nemzet között szolgálják. Hárman meghaltak és legkevesebb 50-en megsérültek, miután kisiklott egy személyszállító vonat az Egyesült Államok beli Montana államban szombat délután. A Seattle és Chicago között közlekedő vonaton közel 150-en utaztak a baleset idején. A mentőcsapatok nyilatkozata szerint minden túlélőt sikerült kimenekíteniük a kocsikból. A hatóságok egyelőre vizsgálják az eset pontos körülményeit. Ellepték Róma városát a vaddisznók. A koronavírus járvány miatt bevezetett karantén idején az állatok felbátorodtak, és most élelem után kutatva járják az utcákat. Az olasz főváros lakosai azonban aggódnak, a vaddisznók ugyanis egyre többen vannak, és már a kertekbe is bemerészkednek. Róma a farkasok városából a vaddisznók városává változott az elmúlt hetekben. A páros újú patások látványa nem szokatlan a város külső területein, ám az állatok egyre bátrabbak, ráadásul egyre többen vannak. Gyakorlatilag elleptek minket tegnap este, mikor a nővérem épp zárta be a boltját, vagy 30-at látott belőlük. Az éttermem teraszára is idejönnek, és már nem csak az esti órákban, hanem nappal is, mesélte egy római étterem tulajdonosa. Egy népszerű közösségi oldalra feltöltött videón az látszik, ahogy egy népes vaddisznó család teljes nyugalommal sétálgat a város egyik forgalmas útján az autók között. A vaddisznók többnyire a kukák környékén ólálkodnak, élelem után kutatva a szemét között. Ám a legfőbb probléma, hogy már a boltokba, a kertekbe, sőt, akár az iskolák udvarára is bemerészkednek. A lakosok egyre kevésbé érzik magukat biztonságban a növekvő állatszaporulat miatt. Hogyan lehet ez? Rómában vagyunk, a fővárosban, és vaddisznók szaladgálnak az utcákon. Bejönnek a kertünkbe is, ez így tűrhetetlen. Félek sétálni az utcán, mert rám támadnak a kukák mögül, mondta feldúltan egy helyi nő. A lakosok félelmei nem alaptalanok. A vaddisznók ugyanis akár 100 kilósra is megnőhetnek, és családjuk védelme érdekében az emberre is rátámadhatnak. Szakértők szerint a koronavírus járvány miatt bevezetett kijárási tilalom idején az állatok bátrabbá váltak, és elkezdtek visszamerészkedni az emberek által lakott területekre is. Az olaszországi vaddisznók állatállománya jelenleg ráadásul 15%-kal nagyobb, mint az elmúlt években. A helyzet megoldására sokan drasztikus lépéseket javasoltak, ám állatvédő szervezetek szerint nem a vaddisznók levágása a megoldás. A vaddisznók lemészárlása egyrészt etikai szempontból sem lehet megoldás, hiszen nem az állat felelős a problémáért. Ha nem lenne ennyi szemét az utcákon, akkor a probléma is megszüntethető lenne. De az is megoldás, ha elfogják, sterilizálják, esetleg védett területre szállítják a disznókat. Magyarázta a Nemzetközi Állatvédelmi Szervezet egyik olaszországi koordinátora. A vaddisznók nem csupán a fővárosban okoznak problémát. Az Olasz Nemzeti Mezőgazdasági Intézet becslése szerint évente akár 71 milliárd forintnak megfelelő összegű termés is odaveszhet az éhes vadállatok miatt.